babamama foglalkozás várt a szerdán délelőtt a szekszárdi sportcsarnok egyik kis termébe látogatókat. Itt egész évben, így télen is folyamatosan fogadják nem csak a klubcsapatokat és egyesületeket, hanem a szabadidősportokat űző amatőröket is. Itt két kisebb, két 90 négyzetméteres terem van, és ez a terem, ami vagyunk, a 180 négyzetméter. Öt kisebb, különböző méretű terem várja a mozogni vágyokat a nagypálya mellett a szekszárdi sportcsarnokban. Ezeket a termeket szinte minden sportághoz és mozgásformához lehet használni. Van egy táncterem, van egy kisebb edzőterem, ahol kosárlabdázni, bármilyen más kisebb létszámú labdasportot lehet űzni. Van egy boxtermünk, van egy konditermünk, és van az asztali teniszterem, amit edzésidőn kívül szintén asztalonként is lehet bérelni, illetve igénybe venni. Az időpont foglaláshoz viszont egyeztetni kell a sportcsarnok munkatársaival, mert télen a sportklubok is itt edzenek. A sportcsarnok programját azt havi, heti és napi összeállításban a honlapunkon is közzétesszük, illetve a portán is lehet ezzel kapcsolatban érdeklődni. Ugye alapvetően a téli hónapokban a versenysport nagyon sok időt és kapacitást leköt, ettől függetlenül vannak szabad óráink. A szekszárdi műjégpálya is egész télen várja a korcsolyázni vagy jégkorongozni vágyókat. Itt az iskolai téli szünet és karácsony idején számítanak a legnagyobb tömegre. Emellett a szekszárdi sporttelepen található futópályát is felkészítették a télre a szakemberek. Ott a lámpák érzékelők segítségével már kora délután sötétedéskor automatikusan felkapcsolnak.